és átmész a szomszéd faluba, és kimész a vasútállomásra, és elhozol egy embert. De kit hozok el? Baló Kármán balakereskedőt, na menj! Jó, jó, de honnan fogom felismerni, hiszen még soha nem látom. Hát ide figyelj gyorsan. Arra a vonatról nem fognak sokkal leszállni. Aki te keresel, középpontú ember, csinosan felöltött a világot. Világos, azt hozzam ide. Az. És pontosan fogod tudni, hogy mit akar, és ültetve a kocsira, és hozd ide. Hozzam. Várj! Jós, nem szeretne semmi gondolom. De idefelé jövett, nem mond senki semmit, mert konspirál. Konspirál? Ezt még nem hallottam, de jól hangzik. Az a lényeg, hogy tart a szállat. Így, így. Jó, nem mondok sem. Most már meg. Jó, akkor. Jaj, jaj. Nem könyvesen, de megbízható. Jó, hogy itt vagy. Fényhez kéne adni már rám, hogy mit a tegás benne van már a korban. Ezek a tehén. A tehet akarod fényhez adni? Ez az, hogy most az a fontos. És Helén? Helén, ha túladod vizsgán, ő ezt a lány is. Jaj, én attól félek, hogy nyakunkon marad ez a lány. Jaj, Helén. Helén mindig francsolt az atyán vele. Minden lehetett mondjuk közbe. Tehén segít, közbe! Közbe te. De mindig másnak valatál. Mentél a fejed után, mint egy pipa, na de hagyd. Mindig sértegetsz. Nem menni hozzám egy kicsit kedvesen? Nem! Előbb a tehén, megyek meg is kefére. Kefér? Ki tudja menni kefére? Már nem sok helyet. El kell adni, punktum. El kell adni, punktum. Pontosabb a tehén, mint a saját lányod. Jebedj meg! Édes anyám! Én oly szépet álmodtam. Mit lányod? Egy legényről, aki megjött a kezem, vagy nem is ismer. Hatalmas bukéta volt a kezében, és csak álltam szóltam. Aztán felére. Öregek alapja volt, pedig bukéta volt. Szerzett én minket félért lánykát, de még miért? De jobb volt a kezemet. Nem maradnék világon csúfját. Apád azt mondta, ha eladja a tehenet, te következel. De én nem várok addig. Vagy most, vagy soha. Sikerült már néhány lányt véghez adni. Miért én téged ne tudnála? Bízom édesanyám leleményességében. Menjen édesanyám szorgosan dolgozott. Én meg elmegyek és elkezdem a kerenge varázsát. Vagyis inkább befejezem. Varjál, lányom, varjál. Járjon a tű, mert hamarosan szükség lesz a holmira. Na, ezzel a lányon nem fog mondani, az biztos. De mit is csinálja, mit is? Hát, ha csak mutatkozik valami, addig is utána nézek a dolgoknak. Te kabin asszonyok a padra, a padra. Isten tudja, miről folyik a plegyka, a plegyka. Ismeretlen, bokrét a világok alapban, ez az, amiről Helén álmodott. Hát
hívják, hogy Helén. Hát mégsem a tehén, mégsem a tehén. Hát ezt én nem érted. Mi az, hogy mégsem a tehén? Amit én mondok, ezt nem is érteni. Az sem az a tehén. Üljön le, legyen szíves. Árulj el, hogyan kerültünk hozzá. Júcsét, kancsó bort! A vásárban láttam a lányokat, magamnak a kóosztonyan. Egyből tudtam, hogy ő vagy senki más. Hát igen, magamat informáznak leginkább. Nem tudtam volna, hogy jártam, kiderültek, nyíltek a szívemet. Öntse, csak öntse, de régen vártunk már erre. Régen? Hát azt szokták mondani ilyenkor. Pista, mi fog ehhez szólni? Pista? Pista a férjem. Vagy azt hittem már valami rivális. Ó, már régen nincs rivális. Sőt, soha nem is volt. Régen? Hát azt szokták mondani ilyenkor. Nem értem. Ugye, mit most kivegyek a lányok, ez az önügyetlő is. Hozom mindjárt. Igazán szép is volt, megjárja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már itt is van. Örvendek a megérkezés. Örvendek? Ki hitte volna? Igen, örvendek. Azt hiszem, nagyon hamar egyeségre jutunk. Engem először senki kell meg, hogy bemutatkozom. Halott Kálmán. Kálmán nem kell kérni. Te azt mondták, hogy kell kérni. De semmi sem változott a helyzetben. Mit akar az a konkrétára? Hát, így szokás, virágban megyünk a házhoz. A komoly a szándékunk, és nekem a lehető legkomolyabb. Egy különben hallom, mit jelnek mindig? Én, Helét, a vásárban láttam a gyerekeket. Már a vásárban láttam? Hát akkor tudja, miről van szó. Igen, már akkor elvarázsolt. Elvarázsolt az. Együtt az elején el kell mondanom. Te én, mert én már így hívom, már nem én fiatal. Nem én fiatal. De nem is öreg, sőt, nagyon jó néz ki. Nézőpont kérdése. El kell mondanom, hogy barban az elejében. Szegényke. Néha végig fossa a lába szárát. Végig fossa a lába szárát? Hát ez szörnyű, és ez halatlan. Nem sokszor, ami egy-két alkalommal. Hát, túlra lett az idány. Édesanyám főzről, nagy túlról őt kell. A másik. Nagyon érzékeny a tőzsdén. Persze nézik. Már a tűnyét is megvizsgáltam. Úgy sokkal. Én felületesen, sőt csak úgy simulékonyan. Amúgy etetni keresve van. A helyét nagyon szeret. Igen, ezt nem gondoltam volna. A fonnyat helyét szeret igazából, a legjobb vagyok. Mit csinálni? Gyalogatni csak, hogy folyikon a kolonyára. Én kis lány az ilyen kellettek, hogy ide jönni. Nem lány az már, kétszer tiar. Ja, 16-15-ök, benne van a bérében. A bérében? Hát hova tettem a szemem, hogy pont őt láttam meg. Hát igen, csak azt tudja, aki gondolta, aki kettőnyét van. Aki kettőnyét. Igen, magam kettőnyétem az a kódvizőben, mert fiatalokban elvendélet nem lehet. Még szép. Hova kerültem én? Most már csak az árban kell megügyezni. Menj az ilyet. Még pénzt akar kérni, érted? Ez hallatlan. Örüljön, hogy valaki elviszi csak úgy. Elviszi? Hát most sajnos nem tudtál válni, de akár jövődni szalad is. Az az érzésem, hogy nem neked. Ne nyom már ilyet, nézze meg még egyszer. Na jó, nem bánom, majd lássad még egyszer. De olyan azok a tekintetek, hogy kívülnek. Ilyen szép bola szemeket még nem látom. Melyek felcsapírozza Magyarországot egy kicsit. Tupírozza itt már csak, az segít. Bevallom, hogy Kálmán, te valami kellett neked ide jönni. Maradtál volna inkább anyád szoknyáján mellett. Jaj, de az a tekintet. Boncitai mennyecskék, ugrálnak, mint a kecskék. Szerelőjük mindig más, az úr csak ráadás. Sőt, nem is jön szalad. Szalad? Már olyan jó a lába. Olyan jó. És mind a kettőjét a földig ér, és egyforma.
ma hosszú. Én is úgy láttam. Mit szólt a kedves lányom? Hát nem tudott a szólni semmit. Csak állt, mint aki gatyákat csinál. Egy lehetett a hóra Van egy kis gond. Olyan gond nincs, ami ne lehetne segíteni. A két fiú egyebár. Tudok két fiúról. Akkor nincs, hogy 15 éves volt elég. 14. Igen, igen. Az úgy volt, hogy beszorították a bokorba. Bokorba? Igen, akkor úgy megijedt, hogy azóta fél a férfiaktól. Ezt igazán örökben hallottam. Hát tényleg kíváncsi. Én nem arra gondoltam, hanem a két lány, két fiúra. Két gyerekre? Milyen két gyerekre? Arra a két gyerekre, akiről az úr beszélt, az így volt ehhez. Úr, az nem úr, az csak a férje. Beszélj mindig mindent össze-vissza a hülyeségeket. Hát én tiszta, mint a ma született bárány. Mint a ma született bárány? Igen, igen, mint már mondtam, és korábban úgy megijedt, hogy azóta nem volt dolga a férfiakkal. Igazán örülne volna. Most tényleg kíváncsi, okozták a korrektusat. Nem tudom, hova késik már, mindjárt megnézem. Helén, mit késel, gyere szentem! Jövök már, én beszélgetem, tisztán a melyet, tettem ma! Mama. Na, mit szólt hozzá? Szóval sem tudom jutni. A meglepetést, ugye? Érzem magam. Az a... Az az érzésem. Nincs másik lány? Egyke vagyok! Ez az egy lányunk van, ő a mi tündér virágszálló. Hát a virágszálló legyen másik tündérésem. Benne vigye ezt a kocsist, hova hozott engem? Attól tartott, nem a két lányát láttam a vásárban. Mit mond? Ez a tekintet rémes, igazabolhat uramnak, marha szeme van. Nem engem látottak? Vásárban? Pedig úgy viszálltam a csípőm, ahogy tudtam. De ha jól így mondom, a tájtékzó fengelem, ölel le. Na most már azt mondom, tűnjék innen le, és ott fel is. Hagyom, ne sértetesse a lányomat, az én szemem fényik, mert beolvasztom a kalapját. Ennyit is itt kérdez. Tudja, mi az elnéz, és a kecske szarva között az. Ne magyarázkodjon, hordjál magát, amíg jobban. Jöjjöcsi, uram, nézze meg az áramot. Mi van itt? Mi ez a torongyelegi hangból? Mi? Ez a rözment betolakodott a házunk, és végig is értett a szegény lányom. Nem is látni, se akarom soha tudni. Kérés, ez itt a paramszágot. Betolakodott, de te én miatt jött. Mi miatt? Piskáltak megrendni, nem? Piskát? Ja, a piskát. Hát sajnos nem tudtam már rájtani. Eltolom én tanítani, hogy csak már mehessek. És Helénnel mi lesz? Hát itt marad. Meg itt marad a kérés, ha nem volt az újjatos pizza. Ne félj, amíg engem látsz. Csak ne lennél ennyire bancsa. Megeszed volna te ellen? Meg. Itt alig várom, hogy terviesen. Itt a kezem nem viszol el, az áron majd megegyezünk. Egyszer magunk le a kicsavásás. Tegyél magáért. Na jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy jó helyen járok. Itt állulok valaki, ami végtel egy tehenet. Az már el kell. Ki maga? Balogh Kázmi Borha kereskedő vagyok, most érkeztem a vonatra. És hogy kérdezte? Mivel a vasútállásra nem volt senki, így gyalog. Gyalog, mint Balogh. Jóska, Jóska!